Nagyecseden járt a hétvégén a Szent Korona. Az 1000 éves magyar államiság jelképének hiteles másolatát fogadták a településen egy különleges eseményre emlékezve. Hogy mit keresett Nagyecseden a Szent Korona, kiderül hamarosan. Most nézzük, hogy mivel foglalkozunk még a mai műsorban. Irány Panyola, újra várja a pálinka szerelmeseit a település. Szent Korona Nagyecseden 400 éves történetre emlékeztek. Agrárszakképzés, egyre nagyobb az érdeklődés a mezőgazdasági szakmák iránt. Májustól fogadhatnak látogatókat a kulturális intézmények, június végétől pedig már a szállásadók is kinyitottak. Mivel várja az érdeklődőket a pálinkájáról és híres Panyola? Vendégünk Muhari Zoltán polgármester, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mivel várja? Hát például panyolai fesztivállal. Ha így vezettük fel, pálinkával és fesztivállal, nagyon sokszínű és magas minőséget képviselő zenével és tánccal. Én azt gondolom, hogy a 15. Panyola Fest augusztus 6-án, 8-án egy méltó sorozat következő epizódja, hiszen tavaly nem tudtuk megrendezni a rendezvényt. Én azt hiszem, ez azt jelenti, hogy sorszámilag is akkor kimaradt, tehát tavaly lett volna a 15. Így van, azt hoztuk tovább, tehát nem iktattuk be úgymond a sorszámba. De hát 15 év most már elég ahhoz, hogy mikor egy-egy zenekart vagy egy-egy tánccsoportot fölhív az ember szervezőként, megkérdezi, hogy ráér-e ebbe az időszakba, akkor ja, Panyola Fest, fú, megnézem a naptárt, de nagyon jó lenne eljutni hozzátok. Nem tudom, tényleg több ízben előfordult most is ez. Tavaly miért maradt el? Hát rendben, hogy Covid időszak, de ha jól emlékszem, azért augusztusban lehetett rendezvény. 500 főbe volt korlátozó szabadtéri rendezvény, én nem mertem ezt megkockáztatni. Képviselőtársaimmal úgy döntöttünk, hogy ki kell hagyni, bölcsen döntöttünk, hiszen az 500 főt nem lehet tartani. Nálunk olyan 2-3 ezer fő azért napjában megfordul, és én szerintem az, hogy valaki messziről érkezik, mert hozzánk azért nagyon sok távoli vendég érkezik, és ő valami miatt már nem jut be, hát az azért ciki szerintem is. Emiatt én úgy gondoltuk, hogy lemondjuk. Nézzünk egy kis történelmet akkor, ha már a 15. Panyola Fesztiválról van szó. Miért gondolták annó, hogy ezt érdemes megrendezni, meg hogy egyáltalán sikerre is lesz? Hiszen hát Panyola egy mindösszesen 600 lelkes település, egy mini település mondhatnánk. Miért mertek, hát akkor most így mondom, álmodni. Ez a szlogen, igen, nagyot álmodni. Hát ez minden úgy gondolom, hogy úgy működik, hogy mint éjszaka egy autóvezetőnek, hogy 50-100 métert lát belőle, és nem tudja, hogy utána mi lesz, mégis eljut a céljához. És az adott pillanatban megint 100 métert lát előre. Mi is azt a rövid távot láttuk, hogy a Panyola pálinka főzde, akkor már dübörgött, elindult, és érdekeltség is volt még akkor részemről benne, hiszen alapítótagja voltam. És azt gondoltuk, hogy rengeteg helyre elvittük a pálinkát, hiszen vásárokban, népi kirakodó helyekre, Hidi Vásár, Debrecen, stb. Nagyon sok helyen voltunk. Miért nem csinálunk mi is egy jó rendezvényt, és akkor jöjjönnek a vendégek hozzánk, kóstolják meg a pálinkát, és ezzel reklámozzuk is a fesztivált, illetve magát a települést. Tehát akkor turisztik. Az első a pálinka. Ez az első a pálinka volt. Már akkor világzenei formációkat hívtunk, a Besodrom zenekart, aki ismeri. És teljesen megdöbbent mindenki, hogy egy ilyen pici faluba hogy lehet ilyen különleges zenét hozni, és hogy erre van is igény. Második, harmadik, stb. A ötödik, hatodik fesztiválig aztán módosítottunk egy kicsit, a nevet változtattuk, határmenti világzenei fesztivállá, hiszen nagyon közel fekszik Panyola a két határhoz, és hát határon túlról is nagyon sok zenekart hoztunk. A világzene az meg egy stílus, egy irányzat, ebben miért gondolkoztunk. Miért hát azért, mert ilyet nem is nagyon láttunk. A Vidor volt, ami hát nyilván nagy testvérünknek tekintjük, és nagyon is jól indultak azok a dolgok is a kb. Ebbe az időben, vagy valamivel korábban, de hogy abba a kicsi szatmári részen ilyen nem volt, nem jellemző. A népzenét is nagyon fontosnak éreztük, hogy a hagyományainkat őrizzük, a néptáncot, és a világzenéből pedig mindig azt a csemegét, amire kíváncsiak Pestről, vagy akár Dunántúlról. És így a vendégkörünk is nagyon kiszélesedett,
igaz, hogy egy réteget szolgál talán, de ma már ez egy nagyon nagy olló, és a fesztivál elnevezés, amikor bejött körülbelül egy olyan 8-10 éve, akkor pedig már azért, mert egy összművészeti rendezvényt álmodtunk tovább, mindig újítottunk, és a mai nap ma már elmondható, hogy a színház is jelen van, a kiállítások, a mozgáskultúra, a gyermekprogramok. Tehát valóban egy fesztivál hangulat alakult ki erre a hétvégére, és azt gondolom, hogy ez vált be legjobban, és egyébként a fesztivál látogatók is ezt szeretik, ha egy helyen nagyon sok mindent kapnak. És itt ebben nem csak látnivaló, hallanivaló van, hanem ugye a gasztronómia, vagy a pálinkák, tehát a minőségi ételital fogyasztás is meghúzódik. Hát ha ide eljön valaki, akár csak egy délután is, késő estig ott marad, akkor egy igazán egy jó nagy kanál szatmárikumot kap cserébe, annak cserébe, hogy egy kicsit messze vagyunk. De már most a Vásáros-Namény autópályát, a M3-as, tulajdonképpen lerövidített az időt. Már csökkentek a távolságok, így van, azért így szerintem van, gyakrabban beülnek. Vettük, hogy sokszor megjegyzik, hogy csak 2,5 óra Pestről. Tehát ez, amikor elkezdődött a Panyola Fest, akkor még ez jócskán kétszeres, sőt háromszorosa volt. Van egyébként ilyen behatárolható célközönség? Elsősorban a családok. Családok. Először is a családok, hiszen felsorolni is nehéz ennél rövid idő alatt, hogy mennyi gyerekprogramot teremtünk ott elő. Na néhányat azért említsen De azért, meg. Azért egy párat, igen, például pénteken lesz a Vojtina Báb Színház egy diófás udvaron, Pulyasaroknak nevezzük, mert egyébként ez egy ilyen tájszó is. Ugyanitt lesz egy csupacsoda játszósziget, ahol nagyon sok játékkal ismerkedhetnek meg, ez mind kézműves játék. Aztán szombaton egy másik báb előadást fognak látni a gyerekek, és ami a legérdekesebb számomra, és sokan hallhatták, vagy látták már, az az autós mozi projektünk, ami egy Porta programon található. Gyerekeknek most készülnek éppen az autók kartondobozból, festik a panyolai gyerekek most nyári szünet idején, és hogy 40-50 autót akarunk előállítani, vagy elkészíteni, amivel ugye egy sámlén ül benne a gyermek, és nézi a magyar népmeséket például. Emellett, tehát akkor ez a gyerekek, de lesznek rendezvények, vagy mármint koncertek is. Persze, koncertekben is igyekeztünk olyanokat válogatni. Hát pénteken a Dániel Figergő és az Utazók jön, ők már voltak egyszer, és hatalmas sikert arattak. Aztán a Pankasztik nevű zenekar, ezt nagyon kevesen szerintem itt erre nem ismerik. Ez egy ilyen swingesebb, finomabb, rahangolt buli zene. Tehát én mindig arra törekedtem, hogy legyen egy-két olyan zenekar is, amit nem ismernek az emberek feltétlen, de miután magas színvonalat képviselnek, képzett zenészekről beszélünk, ezért úgyis odaszögezi őket, és számtalan ilyen példa volt, hogy elhívtunk egy tangó harmonika művész például Orosz Zoltánt, és egész egyszerűen lenyűgözte az embereket, mert a művészet az átjön. Tehát egy igazi jó művész csapat, vagy aki átgondoltan játszik annak, hiába, hogy nem a népszerű a YouTube csatornán például, de egyszerűen az ott lévő közönségnek pedig nagy örömet okoz. Sajnálatos módon, bocsánat, már nagyon kevés az időnk, úgyhogy aki igazából érdeklődik, az szerintem utána tud így nézni. Van, nyilván a Facebook oldalunkon is. Viszont arra azért nagyon kíváncsi lennék, hogyha a családok úgy döntenek, hogy tényleg ellátogatnak akár az ország másik szegletéből, hol tudnak megszállni? Tehát, hát a saját szálláshelyünk már mind réges-régen tele van. Egyébként akkor ez nem túl megnyugtató. Nem túl megnyugtató, de miután egy Balaton felvidéki rendezvény, most a Kapolcsira gondolok, az a legrégebbi, oda is a Balatonról mennek 50-100 kilométerről, itt is megvan az a lehetőség, hogy a környező vendégházakban foglaljanak még helyet, egyébként van még hely, de nagyon korlátozott számban, hiszen az augusztus amúgy is egy viszonylag gyakran látogatott, illetve turisták által kedvelt időpont, de aki egyébként pont ott van, mondjuk Turistvándiba vagy Szatmárcsekén, hogy a két nagy ágyút mondjam, azok az embereknek eljutatjuk az információt, ha egyébként pont nem azért jöttek Szatmárba, hogy el tudjanak jönni egy jó rendezvényre. Te mellett azért lesz létszámbeli korlátozás? Tehát ez belépőjegyes, tehát nem... Így van, itt meg tudjuk nézni az oltási kiskönyveket, vagy a plastikkártyát. Tehát erre szükség lesz.
a jelen korlátozás megvan, és mi ezt betartjuk pontosan, úgyhogy nekünk is muszáj ellenőrizni a kis oltási igazolványt. Bízunk benne, hogy 3 héten belül még valami fajta egy könnyítés is bejöhet. Én örülnék neki, mert akkor még többen jutnának ehhez a zenei és vizuális élményhez. Beszéljünk még Panyoláról, hiszen ha jól tudom, az elmúlt időszakban azért egy olyan fejlesztés zajlott a településen, amelyre nem volt példa az elmúlt időszakban. Zajlik is. Olyan két lépcsőbe, két több mint 300 milliós, tehát 600, közel 700 milliós a két projektnek a összköltsége. Csapadékvízelvezető rendszert építünk át. Nagyon jó ütemben haladunk, és hát öröm az, hogy tulajdonképpen a fesztivállal érintett területek már kész vannak, tehát azok megújultak, és az idelátogató vendégeket nem fogja ezt valószínűleg zavarni. Azokat a területeket pedig most adjuk át, amelyek a fesztiválon kívül esnek. És ezen túlmenően intézményfejlesztés is volt, bár nem olyan hatalmas nagy léptékű, de azért... Igen, azért, nekünk pici óvodánk van, elhangzott a riport elején, hogy 600-an lakunk ebbe a csodálatos kis faluba, és egy pici óvodánk van, 16-18 gyermek jár két faluból, és hát ide nekünk mondhatni egy kicsit elég is ez a méret, egy 5 millió forintot nyertünk a óvodánk udvarának a felújítására, egy új játszótér lesz. Egyébként van egy csodálatos játszótere a falunak, környező településekről is jönnek, de azért a gyerekeknek a zárt óvoda udvaron, ott megújul most minden is. Ennek kifejezetten örülünk, hiszen még az összeg a másikhoz eltörpül, de jelentőségét tekintve szerintem sokkal többet hoz nekünk. Még egyszer, tehát Panyola Fest, augusztus? 6-tól 8-ig, mindenkit szeretettel várunk. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. A Szent Korona hiteles másolatát fogadták múlt pénteken Nagyecseden. A református nagy templomban rendezett konferencián arra emlékeztek, hogy 400 évvel ezelőtt az ecsedi várban őrizték a magyar államiság legfőbb jelképét. Az évforduló alkalmából emléktáblát is avattak a város helytörténeti gyűjteményének épületén. Díszőrség kíséri a Szent Korona másolatát a nagyecsedi református nagytemplomba. 400 évvel ezelőtt itt őrizték a magyar államiság egyik legfőbb jelképét. A jubileum alkalmából konferenciát szerveztek a városban. Egy nagyon jeles ünnepet tartunk ma Nagyecseden, hiszen 1621-ben Bethlen Gábor hozatta Nagyecsedre, az ecsedi várba őrzésre a Szent Koronát, és több mint egy fél évig tartózkodott itt Nagyecseden, és ugye az akkori szokás és legenda jog szerint, ahol a korona és a hozzátartozó jegyek, ott van a főváros, úgyhogy elmondhatjuk, hogy Nagyecsed több mint egy fél évig fővárosa volt az akkori Magyarországnak. Nyilván ez egy óriási jelentőség a település életében, hiszen Nagyecsed életét az ecsedi vár, az ecsedi láp határozta meg. Számos nagy fejedelem uralta és birtokolta Nagyecsedet évszázadokon keresztül, említhetném a Bátori családot, majd azt követően a Betleneket, Rákóciakat és a Károlyiakat. És ezek a nagy nevek tulajdonképpen itt maradtak mai napig, szellemük itt leng a régi láp fölött. Sajnos nagy tragédiánk, hogy sem a láp, sem a vár ma már nem fellelhető, úgyhogy emlékeinkben őrizzük meg, és emlékeket is állítunk ezeknek a neves eseményeknek és személyeknek. Úgyhogy a mai napunk erről fog szólni, hogy számos tudományos és nagyon szakavatott ember fog beszélni erről, hogy a nagyecsedi vár és a Szent Koronának milyen kapcsolata volt. A konferencián elhangzott, nagyszabású régészeti kutatást tervez az önkormányzat, melynek célja az egykori várfalak feltárása. Most már több éve készítjük elő megalapozó munkákkal ezt a fajta projektet. Feldolgozták kollégáim a Károlyi Levéltárat, a Hadtörténeti Múzeumban folytattunk kutatásokat, és próbáltunk hiteles dokumentumokat fellelni arról, hogy a varamikori ecsedi várnak mi volt a pontos nyomvonala, és térképeken, műholdas térképeken is megjelenítettük a korábbi fellelt hiteles Hadtörténeti Múzeumból származó várnyomvonalat, és valóban nagyon szépen kirajzolódik a település utcaszerkezetéből, hogy hol lehetett a várfal, és a várfalon belüli utak és épületrészek azok, hol helyezkedhettek el 1711 előtt.
és ennek az előkészítő munkának az eredményeként várjuk, hogy megjelenjenek a területi operatív programok, hiszen előzetesen azt az információt kaptuk, hogy a területi operatív programoknak lesz egy jelentős turisztikai fejezete, és ebben a turisztikai fejezetben szeretnénk mi szerepeltetni, attól függően, hogy mekkora forráshoz lehet majd hozzájutni, ezt most még nem tudjuk pontosan, de nyilván, ha kell, akkor ütemezve, hogy első ütemben kifejezetten egy régészeti kutatás, és hogyha amennyiben ez beigazolja ezeket a kutatási eredményeinket, akkor értelemszerűen azt követően akár egy infrastruktúrális projektet is ráépítenénk erre, amivel a volt ecsedi vár alapjait amennyiben megtaláljuk, azt a föld fölé fölhozva a valós alapokra, valóban az ecsedi várnak legalább egy sziluettszerűen, vagy egy várfal, részleges várfalszerűen tudjunk egy turisztikai attrakcióként megjelenni a térségben, mint ecsedi vár korabeli ecsedi várnak a valós látható képe. Aztán nyilván innentől kezdve már csak a pénz meg a fantázia szabhat határt, tehát ha erre megfelelő forrás és támogatás van, akár még részlegesen várfalak, bástyák, bármi is kinőhet a valamikori ecsedi vár alapjaiból. Gyakorlatilag ez a domb, ahol most vagyunk, ez nagyon jól látszik a magaslati pontok szempontjából is, hogy ez valamikor a várnak a fő épület része volt, és itt gyakorlatilag a nagy templom közvetlen környezetében leledzenek a várfalak, és itt elvileg, ha szerencsénk van, akár megtalálhatnánk a valamikori várfalon lévő kastélynak is az alapjait. Értelemszerűen ez egy jelentős feltáró munkát jelent, jelentős pénzzel, ez saját forrásból lehetetlen, de ha sikerülne ehhez uniós vagy nemzeti forrást találni, akkor szeretnénk ebbe a munkába belevágni. A koronát 1621. július 1-től fél éven át őrizték az ecsedi várban. Német Péter történész volt az, aki egy más témájú kutatása során véletlenül bukkant rá a Szent Korona ecsedről való elszállításának pontos dátumára. Július 1-én érkezett ide Kassáról. Ünnepi menettel hozták, ahogy átjött a Tiszán rakamazná, akkor Szabolcs megye bandériuma csatlakozott hozzá, és gondolom azon az útvonalon jött, amelyik Nyírtelek, Nyíregyháza, Nagykáló, Bátor, és itt Bátorba, amelyiknek az egyik utcáját már Szatmár megyéhez csatolták, ott csatlakozott a szatmári bandérium, és ők csozták ide a ecsedi várba. Ennek egyetlen egy oka volt, Bethlen Gábor eleget akart tenni a magyar királyság törvényeinek is, tehát hogy a korona ne hagyja el az országot, ugyanis Ecsed a magyar királyságnak a része volt. De közel legyen Erdélyhez is, hogyha bármilyen baj van, akkor ezt a koronát egy ugrásra át lehet vinni. Meddig volt itt Nagy Ecseden? Ezt a dátumot már nekem sikerült kideríteni, mégpedig egy egyszerű kalendárium alapján. Ebben a debreceni kalendáriumban, ebben a nyomtatott kalendáriumban ott van dátumszerűen, hogy 1622. február 22-én vitték el innen, és március 8-ára érkezett a korona vissza a Kassára, aztán majd utána tovább Zólyom várába, ahol ünnepélyesen átadták a magyar királyság képviselőinek. A református templomban tartott konferencián Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke arról beszélt, hogy Nagyecsed a megyei értékek megőrzésében kiemelkedő szerepet tölt be. Nagyon fontos az, hogy mindig legyenek olyan zászlóvívők egy-egy közösségben, legyen az egyházi közösség, legyen az egy település, legyen az akár egy megye, aki ezt a küldetést úgy magáinak tudja, és ezt a zászlót viszi magával, és át is tudja adni az utánuk következő nemzedékeknek, hiszen ez a megmaradásunknak az áloga. És ezért nagyon fontos az, hogy ma itt van a Szent Korona, itt van Nagyecseden, és
nekünk pedig egy feladatunk van, hogy valóban azt a történelmi feladatot, amelyet kaptunk, azt tűzzük ki a zászlókra és vigyük tovább. Szent Korona címmel a református templomban kiállítást is rendeztek. Szelényi Károly fotóművész a koronázási jelvényeket örökítette meg alkotásain. A 400 éves jubileum alkalmából a város helytörténeti gyűjteményének épületén emléktáblát is elhelyeztek. Egy éve működik az Északi Agrár Szakképzési Centrum. A szervezet 4 megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megye mezőgazdasági szakképzését fogja össze. Az elmúlt egy évről és a jövő terveiről beszélgetünk Léva Imrével, a centrum főigazgatójával. Jó estét kívánok! Jó estét! Na hát először is egy kérdés, amit én így szakmai berkekben hallottam, sokan panaszkodnak az agrárium körében, hogy nem lesznek olyan emberek, akik tovább viszik a családi gazdasági vállalkozásokat. Erre kínál például megoldást a centrum? Igen, hiszen a szakképzés fejlesztés erre irányul, az arra felismerésre alapoz, a szakképzési törvényi változás, illetve annak a végrehajtási rendelete is, hogy a szakképzésbe a tanulók, a gyerekek, a fiatal generáció nem szívesen jelentkezett, sokkal inkább az érettségi, illetve az érettségire épülő felsőfokú képzések voltak a népszerűek, ha szabad így fogalmazni, és ebből kifolyólag nem volt az a generáció átadás, generációváltásra a lehetőség, amit kínálkozott egyébként magától. És ehhez kínál alternatívát a változás. A törvény értelmében lehetővé válik, és szeptembertől meg is nyílik ez a kapu, hogy a tanulók munkatörvénykönyv szerint munka viszonyt létesíthetnek, munkaszerződést köthetnek gyakorlati képzőhelyekkel, azokkal a helyekkel, akiket az Agrárkamara gyakorlati képzés tekintetében regisztrációba vesz, tehát alkalmasnak minősít. Tehát akkor a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy alig kezd el tanulni, de már effektíve pénzkeres, mondhatjuk? Igen, hiszen az első év után, amikor 9. évet elvégzi, akkor egy ágazati alapvizsgát kell tenni, és aki ezt sikeresen teljesíti, akkor a szakképzőiskolai osztályt elvégezve 2 évre bekapcsolódhat és munkaszerződést köthet olyan gyakorlati képzőhelyen, aki regisztrált, illetve szintén szeptembertől válik elérhetővé azok az ágazati képzőközpontoknak a köre, akik ilyen munkaszerződést köthetnek, és nagyon nagy jelentősége ennek, hogy a bevezetett ösztöndíjrendszer mellett azon túl, aki munkaszerződéssel rendelkezik, havonta 104 ezer forintot is kaphat. Ezt miért gondolják, hogy ösztönző lehet? Azért, mert a tapasztalat az, hogy egyébként a szakképzésben jelentkezett tanulók, azok szociálisan hátrányos helyzetűek, sok esetben érkezik olyan tanuló, aki akár családfenntartóként is van a családban, csonka családban, és ezért nem mindig engedheti meg azt magának, hogy részt vegyen az oktatásban. És akkor azt is tapasztalták az elmúlt egy évben, és akkor most egy picit most már térjünk rá arra az elmúlt egy év tapasztalata, hogy ez tényleg ösztönzőleg is hatott? Vagy még későbbre várják egyelőre a hatást? Nyilván a hatása az később fog csúcsosodni. Jelen pillanatban miniszter úrral találkoztunk Gödöllőn az elmúlt hetekben, és ott az újonnan megalakult egyetemmel, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel kötöttünk együttműködési megállapodást, és ott miniszter úr elmondta, hogy már ez évben mind a középfok, felső fok átlagában olyan 30%-os növekedés tapasztalható a képzés iránti érdeklődésben. Akkor, de még csak egyenlőre érdeklődés. Egyenlőre, igen, hiszen a számok most fognak megjelenni szeptemberben, azaz a pénzbeli támogatottság. Az elmúlt egy évről azért vannak tapasztalatok, hát tudom, hogy itt volt a pandémia, ilyenkor azért szokás erre hivatkozni, de mégis mennyiben volt akkor ez ösztönző az elmúlt egy évben a fiatalok felé ez a pálya? Hát
Ugye a törvény az 2019 év végén megjelent, és igyekeztünk mi is, illetve az Agrárkamara is, a szaktárca is tudatosítani már ezt a fiatalok körében. Nyilvánvalóan elsődleges célközönség a végzősök, azaz a nyolcadikos tanulók voltak, és általuk szülőkön keresztül jutott már el ez az információ, és amit az előbb jeleztem, tulajdonképpen ez befolyásolta őket azért a szakma iránti érdeklődés tekintetében, és jelentkeztek magasabb létszámban. Az agrárszakképzési centrumokhoz országosan 61 intézmény tartozik, önökhöz pedig 5 megyében 11. 4 megyében 11. 4 megyében 11. Egyébként ez nem kevés. Nem kevés, hiszen ez mintegy 3300 tanulót, és átlagosan 700 munkavállalót jelent. Tehát, és körülbelül ilyen számok jellemzik a másik 4 agrárszakképzési centrumot is, amely országban létrejött, tehát összesen 5 centrum alakult agrárszakképzés területén. Hogyha nagyon sikeres lesz, akkor attól nem kell tartani, hogy nem lesz hová őket felvenni? Vagy ilyenektől nem kell félni? Egyelőre nem kell tartanunk, hiszen intézményeink nem működnek 100%-os kapacitáson, illetve a szeptembertől beinduló duális szakképzés, ahol a gyakorlat, az évközi gyakorlat is külső gyakorlati helyszínen zajlódhat, az további kapacitásokat szabadít fel az intézményben. Beszéljünk akkor, hogy hogyan épül fel a képzési struktúra, akkor amikor létrehozták, milyen szempontok alapján tették ezt? Hát a képzés tulajdonképpen 2 változatát tudunk megemlíteni. Egyik a szakképzés, a régi szakmunkás képzés, a szakképzőiskola néven fut, a másik pedig a technikum, amely ugye az érettségére épülő technikus képesítést adja. Ugye már ebből fakad, hogy a kettő között a szakmai ismeret mellett nagy különbség, hogy az egyik érettségivel is felruházza a tanulót, és ezáltal a felsőfokú szakképzés felé utat hogy enged nekik, illetve mindemellett természetesen a nappali iskolarendszerű képzés és a felnőtt képzés, felnőttek szakmai oktatása is említésre méltó, hiszen az új rendszerben 2 szakképzettség megszerzése ingyenes mindenki számára. Ez lehet akár felnőtt, akár tanköteles korú tanulóról beszélhetünk, és az iskolarendszerhez kötődik mind a kettő. És új elemként jelenik meg az, hogy a középfokú agrárszakképzés és az felső oktatás kapcsolata az úgynevezett okleveles technikus képzés, amely tulajdonképpen a középfokú szakképző iskolában tanított szakmai ismeretek beszámítását jelenti, azaz 30-40 kredit képzési idő intervallumon pedig egy fél évnyi rövidülést eredményez a felső oktatásban, ha szakképzett fiatal jelentkezik a felső oktatásban. Ezt egy példán keresztül le tudja nekünk vezetni, tehát ha valaki pék szeretne lenni, akkor jelentkezhet önökhöz, és ha úgy gondolja, 18 éves kora után, akkor el is helyezkedhet a szakmájában. A PÉK a szakma az éppen nem a legjobb, mert ugye az egy szakképzőiskolai képzés, de meg tudja tenni azt, hogy PÉK-ként végzett szakmai ismeretekkel rendelkezve, kiegészítő érettségére felkészítő képzésben vesz részt, még szintén a középfokú képzésben, és ezt követően jelentkezik a felső oktatásba, ahol már van szakmai ismeret, amit be lehet számítani, és akkor ő az egyetemen előnyt élvezhet. Igazániból ez a okleveles technikus képzés, mint ahogy a nevéből is fakad, az érettségire épülő technikus képzésben legyökerezik, hiszen az ottani szakmai ismeretet kívánja beszámolni a főiskola vagy egyetem, és azt ismeri el egy fél éves képzés rövidítéssel. Tehát például, hogy példánval éljünk, egy mezőgazdasági technikus, aki középfokú szakmai végzettséget szerez, technikus minősítést szerez, a általános mezőgazdasági ismeretek, gépészeti ismeretek birtokában. Ezt a tananyagrészt elismeri az egyetem, hiszen abban a felső oktatási képzésben, amiben részesülhet, ott ez a tananyag is egyébként leoktatásra kerülne,
az ő képzési ideje egy fél évvel rövidebb időbe kerül. És mi történik azzal, aki tényleg szeretné továbbvinni a családi vállalkozását, illetve a családi vállalkozás, nekik mit javasolnak, milyen alternatíva van? Hát mindenképpen én azt mondom, hogy mindenkinek a tanulást javaslom. Nem csak azért, hogy a szakmai ismereteket megszerezze, hanem a legkorszerűbb szakmai ismereteket, hiszen a világ nagyon felgyorsult, és hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább térhódítást élvez ezen a területen is, minden egyes szakmában, minden egyes ágazatban, és ennek az alkalmazása, az alkalmazásra felkészülés az mindenképpen fontos. A másik dolog pedig maga a vállalkozási ismereteknek a birtokában lenni, hiszen kis és középvállalkozások kiemelt támogatása megcélzott az elkövetkezendő időszakban is, és egy jól működő vállalkozásnál alapvető, hogy azokkal a pénzügyi ismeretekkel rendelkezzen, ami meghatározza a működését. És ezt mind megkapják önöktől? És ezt természetesen az agrár szakképzésben mindenki megkapja. Ezen túlmenően, hogyha jól tudom, azért a közösségi élet is fontos. Ebben van segítségül például különféle táboroknak a szervezése. Szakma, kóstoló táborok. Ezek mit jelentenek? Hát már sugallja a nevében is, hogy azoknak az általános iskolás tanulóknak szervezi az Agrárkamara, Nemzeti Agrárkamara, szervezésében és finanszírozásában valósulhat meg, természetesen a kivitelezése pedig a középfokú agrárszakképző intézményekben, aminek a célja egyértelműen az, hogy minél előbb meglássák a fiatalok, hogy adott szakképesítés, amely után érdeklődnek, milyen felkészültséget rejtenek, hordoznak magukban, illetve hogy effektíve mit is rejt az a szakma. Tehát kimehetnek adott esetben egy állattartó telepre, megnézhetnék, hogy ott milyen munka folyik, mit kell nap mint nap végrehajtani, vagy gépek közelébe kerülnek, hogyan működnek azok, milyen feltételt biztosít. Mert a tanév közben ezt nem kapják meg? Megkapják, de ők még általános iskolások, hetedikesek, nyolcadikosok. Kvázi, ami most már egyre inkább elismert, hogy minél hamarabb kell birtokába juttatni ezeket a fiatalokat ilyen ismereteknek. Tehát újra szorgalmazásra kerül, hogy olyan tanulási lehetőségek legyenek a általános iskolában is, mint annak idején voltak a tankertek például, ahol már kertészkedni lehetett, vagy éppen állatsimogatók, ahol az állatokhoz is közel kerülhettek. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Én köszönöm szépen. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb jövő hét hétfőn várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket. Viszontlátásra.